Bálint Istvánné polgármester asszony vezetésével indultak Bicskéről szeptember 17-én Pilismarótra az árvízi mentéshez egy autóbusznyian. Ennyi megy egy zsákba! Jó? Ennyi? Felcsútról is csatlakoztak hozzájuk, a buszt a Puskás Akadémia bocsátotta az önkéntesek rendelkezésére. Polgármester azt mondja, itt vagyunk Pilismaróton a gáton, és elég sokan érkeztek Bicskéről is. Az összefogás ereje itt is látszik. Így van, tehát Bicske is csatlakozott Tesszeri Zoltán országgyűlési képviselő úr felhívásához, miszerint jöjjünk el segíteni azokra a településekre, ahol bajban vannak az ott élők, és Bicske még mindig, ami ilyenkor megszokott, egy emberként mozdult, és csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez. A mai napon, holnap és holnap után is mennek bicskeiek a megadott helyszínre, és fognak védekezni, fognak segíteni a védekezésben. És ugye nagyon jó eleső érzés volt, hogy a térség országgyűlési képviselő Erős Gábor fogadta személyesen. Így van, és megköszönte. Ezután is szeretném tolmácsolni mindenkinek, aki itt volt velünk, vagy itt van velünk is dolgozik, hogy megköszönte az országgyűlési képviselő, hogy itt vagyunk, és nem hagytuk őket cserben, és azt gondolom, hogy nagyon jól fogalmazta meg, hogy a beszédében, vagy amikor itt meginterjúvolta őt, hogy aki segít, az többször sem fogja visszakapni, és ebben én is hiszem. A hármas számú választókörzetből Tesszeri Zoltán országgyűlési képviselő mozgósított, és több mint 60-an voltak a gáton az érintett településeken erészről. Megmozdult az ország, más pártok aktivistái, civilek, magánemberek vonultak zsákot rakni, élelmiszert osztani, minden korosztály kivette a részét a segítségből. Képviselő úr, itt vagyunk Pilismaróton a gáton. Erős Gábor a térség országgyűlési képviselő fogadta a csapatok nagy örömmel, és én azt gondolom, hogy ez egyedi történet, hogy a Vári térségből közel 60 fő érkezett. Hát több mint 60 fő érkezett. Ugye elsőként talán érdemes mondani, hogy az önkénteseknek köszönjük, akik vállalták ezt. A Pannonia szíve nagyon sok településre képviselteti magát. Köszönet azért, hogy Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia busza eljutatott bennünket ide, de ezen kívül még 4 autó érkezett buszban, és hogyha jól számoltuk, akkor 150 tonna homokot raktak ide kinek út, hogy ezt kellene zsákokba tenni. És én úgy gondoltam, hogy 8 órakor értünk ide, és hogy 2 óráig fogunk dolgozni. Egy 6 órás műszakot így az éjszaka, szerint ez egy korrekt vállalás, és ahogy most állunk, azt gondolom, hogy büszkék lehetünk a csapatra, mert nagyon úgy fest, hogy ezt a 150 tonna homokot a zsákokba fogjuk tenni. Ezt, hogyha azt számoljuk, hogy kicsit többen vagyunk, mint 60-an, az egy nagyon jó teljesítmény, úgyhogy büszkék lehetünk magunkra. De talán az elejéről. Tegnap előtt vettem részt először megyei védelmi bizottság ülésén, akkor ott tájékoztattak róla, hogy Pannonia szívében Fehérvár megye észak-keleti részén nem kell tartani árvízi eseménytől. A Szent László patakon, a Váli vízzel, a Robákja és Császárvíz folyásokon nem lesz ilyen készültség. Hiszen volt csapadék bőséggel, de az lassú eső volt, a talaj elszívta, úgyhogy ilyen problémák nincs. És úgy, ahogy 2013-ban felajánlottam a segítségünket azoknak a képviselőtársaimnak, ahol viszont baj van. És elsőként itt ide Erős Gábor képviselőtársamhoz ajánlottam segítséget, mert itt úgy tűnik, hogy itt nagy baj van, és közel van hozzánk az esztergomi térség. És valóban nagy szeretettel fogadtak bennünket. Én úgy láttam itt, hogy minden elő van készítve, homokzsákok voltak, homok volt, irányítás volt, jó hangulat volt, részünkről összefogás volt, izzadság, munka volt, úgyhogy szerintem ez egy sikeres napport. Beszélj egy kicsit a folytatásról, mert ugye itt a szakhatóságok a Dunatetőzését csütörtök péntek hazasságába teszik, de azért van még feladat, és azt gondolom az önkéntesek előtt van még kihívás, ugye holnap, illetve a holnap után sem a teszelénél. Igen, tehát azért jöttünk először ide, hiszen itt már harmadfokú árvízvédelmi készültség van. Fehér vármegye 2 települése lesz érintett,
az árvízi védekezésben. Ez Ercsi és Kisapostag. Adonynál is vannak olyan részek, amelyek veszélyeztetettek lesznek. Most úgy tűnik, hogy ott nem lesz árvízi védekezés. Nyilván első a saját vármegyénk, tehát holnaptól kezdve már ott fogunk segíteni, hiszen ahogy vonul le a árvíz hullám, nyilván ott is egyre inkább szükséges a védekezés. Pirismaróton több száz katona, tűzoltó, vízügyes és civil segítségével folyt a munka. Itt vagyunk Pirismaróton, ahol most már éjjel-nappal folyik a munka, hogy megvédjük a települést a várától. És nagyon örülök, hogy akkora összefogás van, hogy még Pécskerről is itt vannak segíteni, és polgármester asszony Andi elhozta a csapatát, és ugyanúgy együtt érez velünk, és segítenek, ezért örök hála és köszönet. És hogy itt szoktam mondani a katonáknak is, amit elmondtam, hogy higgyék el, hogy amit ők nekünk itt segítenünk, az életet duplán vissza fogja nekik adni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a polgármester asszony, hogy így vannak, és együtt, közösen, összefogva meg tudjuk védeni a településeinket. Hála az összefogásnak, a hatóságok szakszerű segítségének, felkészültek a veszélyhelyzetre. Épültek a gátak, melynek megerősítése nagyon fontos, mivel lassú apadás várható. A Pilismanót éjszakát követően rövid pihenőt tartottak, majd Ercsiben folytatták az önkéntes tevékenységet.